alkalommal csatlakozunk a Budapesti Klasszikus Filmmaratonhoz egyedüli vidéki városként. Én azt gondolom, hogy egy olyan filmes múlttal rendelkező városnak, mint Eger, szinte kötelező, hogy részt vegyünk ezen a program sorozaton, hiszen ennek a városnak a szülötte, Illés György, kétszeres Kossuth díjas operatőr. 2 éve született meg Eger megyei jogúváros önkormányzata és a Nemzeti Filmarchívum között az együttműködési megállapodás, aminek eredményeképpen az idén már másodszor tudjuk megrendezni Egri Klasszikus Filmmaraton, szorosan csatlakozva a Budapesti Klasszikus Filmmaratonhoz, és büszkén mondhatom, hogy egyedüli vidéki városként tudjuk ezt a programot végigvinni, mint az napon keresztül. Az idei filmnek a tematikája a film és a zene, illetve a rendszerváltás született alkotások. Természetesen minden filmnek van magyar vonatkozása is. Én azt gondolom, hogy egy olyan városnak, mint Eger, mindenféleképpen csatlakoznia kell a filmes kezdeményezéshez, hiszen a városok szülötte Illés György, kétszeres Kossuth díjas operatőr, és az egri emberek kedvelik a filmeket, azokban járó emberek. És most itt ezen a filmfesztiválon bakancslistás filmeket fognak látni, amiket azért bármelyik korosztálynak egyszer meg kell nézni. Ilyenek például az Evita, az István a király, a Sörgyárék a Bricsó, Casablanca, és még több más film is. Egyszer beszélgettünk, hogy szerintünk mi az, ami Egerből hiányzik, mi lenne jó, amit az egyetem, a kultúra mellé tudna oda tenni, mert hogy tudomány meg oktatás az van, de hogy mi az, ami nekünk meg kéne tenni. És azt mondtuk, hogy zenefilm. És akkor kitaláltuk a Kamaraopera Fesztivált, ami nagyon nagy színes érdeklődésnek örvend évek óta. És nem mi találtuk ki, de itt van a filmmaraton. Mi csak a Slow Fesztiválig jutottunk, de nagyon-nagyon úgy gondoljuk, hogy ezeknek mind pontosan itt van a helye Egerben. Hát úgy gondoljuk, hogy a mozgókép kultúra nagyon magas szinten teljesít az egyetemen. Olyan emberek vannak itt, mint az M. Tóth Éva, Bollók Csaba, Tóth Tibor, aki most éppen egy nagy díjat kapott. És úgy gondoljuk, hogy a Slow Film Fesztivál olyan remek dolog, ahol a hallgatóink be tudnak mutatkozni. Slow Film Fesztivál nincsen nagy filmek nélkül, a nagy filmek nincsenek tematikus válogatás nélkül, és úgy gondolom, hogy tematikus válogatás nincs igazi nagyvonalú, igazán mély és múltban értéket látó közönség nélkül. A város és az egyetemnek az együttműködése nagyon-nagyon színes. Ez egy igazi nagy lépés, kézfogós nagy lépés, és úgy gondolom, hogy hosszúra vezet, hosszú úton vezet. A slow film az ugye a lassan menni sokáig, úgy gondolom, hogy ugyanúgy együtt fog menetelni sokáig.